A játszópark megépítését még 2015-ben határozta el a nyíregyházi Rotary Klub. Ezt követően együttműködési megállapodás született a nyíregyházi önkormányzat és a világszervezet között, melynek értelmében a Rotary Klub adományozók segítségével megvásárolja a park kialakításához szükséges 17 darab játszótéri eszközt, az ütéscsillapító gumitéglákat, a tirborkuló anyagokat, a korlátelemeket, majd átadja ezeket a városnak. Az egészséges gyerekek természetesen bármin és bármilyen játékon tudnak játszani, viszont a fogyatékkal élők meghatározott és korlátok közé szorult körülmények között vannak, és ezeket a körülményeket, ezeket a korlátokat szeretnénk lebontani azzal, hogy olyan játszótéri eszközöket telepítünk ide, amit ők elsődlegesen használhatnak, és így természetesen az integráció az egészséges gyerekekkel is megvalósul. Az önkormányzat vállalta, hogy a játszópark kialakításához szükséges elemeket elhelyezi, a kivitelezési munkálatokkal a Nyír.vv Nonprofit Kft.-t bízta meg. A speciális elemeket alvállalkozók bevonásával betelepítik, és gondoskodnak az ütéscsillapító ágyak, a járda, a játszótéri eszközök között található sétányok, az öntözőrendszer, valamint az új gyepszőnyek kialakításáról, amelyhez a forrás szintén a város biztosítja. Ez egy nagyon pozitív, számomra szimpatikus program, amihez a város nagyon komoly vállalást tett. Menet közben derült csak igazán, hogy mennyire komoly. Körülbelül a költségek közel felét vállalta a város, hiszen nagyon aktív volt a Rotary Club, jótékonysági koncertek voltak, de hát azért ez nem egy kis költségvetésű játszótér, és természetesen vállalta a város a játszótér fenntartását is. Az új játszópark alapkövét a benne elhelyezett időkapszulával Kiar Ravindran, a Rotary Világszervezet elnöke, és dr. Kovács Ferenc polgármester ünnepélyes keretek között helyezte el a Szabadságtéren. Ezt követően a Rotary vezetői három fát is elültettek a parkban. Az integrált játszóparkot a tervek szerint augusztus végén a Vidor Fesztivál nyitó napján adják át. Az alapkőletétel estéjén a Kantémusz kórus adott koncertet a Kodály Zoltán általános iskola hangversenytermében. A bevételt a Rotary Klub a Kantémusz kórus család tehetséges fiataljainak támogatására ajánlotta fel.